rendezvényén. Sok szeretettel köszöntöm Kassai Ferenc polgármester urat, Budafogtétény önkormányzat részéről. Köszöntöm a civil szervezetek és pártok képviselőit, a történelmi egyházak képviselőit, díszpolgárainkat. Külön köszöntöm Hollátné Hollósi Rita örökös tiszteletbeli elnökünket, a Budatétényi Egyházközség és a Budatétényi Polgári Kör tagságát, kerületünk polgárait. Köszöntöm a 808-as számú Mindszenti József cserkész csapat tagjait, akik a mai ünnepségünkön segítségünkre lesznek. És felkérem Lükő Szabolcs urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Foglaljanak helyet. Kedves egybegyűltek! Az ünneplő arcokra nézve azt gondolom, hogy sokan ismernek. Közülük többekben talán felmerül a kérdés, tudomásom szerint ő egy kertész. Miről akar itt beszélni? Hogy kerül a katona bakancsa virágágyásba? Talán az is eszükbe jut, hogy ezzel az erővel akárki is beszélhetnek. Nos, éppen ezért vállaltam el, mert úgy gondolom, hogy azok az emberek és azok az idők, akikről most emlékezünk, nem egy történelemkönyv alakjai, hanem mi magunk vagyunk, a mi családjaink, akikhez ezer DNS szállal kapcsolódunk génjeinkben. Talán ezért mi magyarok kicsit másképpen nézzük ezt a mai napot. Saját szűkebb és tágabb családomból vett példák segítségével szeretném is bizonyítani, hogy a virtus bennünk van, és éppen ezért érdemes időben kicsit hátranézni, hogy lássuk, szélsőséges esetekben mi magunk is jó eséllyel hogyan viselkedünk. Azért előre szólok, hogy szükség van a hétmérföldes izmára, hogy végül összeálljanak egészé a földvillantó képek. Az egyik számomra fontos kérdés. Kiket nevezünk hősöknek? Vajon hogyan? Milyen áldozatvállalással lehet ezt a címet kiérteni? Hős volt-e szép apám szép apjának a szép apja, aki valamikor 1660 körül olyan elszántsággal irtotta a törököket, hogy első Lipót császár nemesi címet adományozott neki. 350 év távlatából könnyen rávágjuk, hogy igen, de abban az időben nem egyszer a törökök oldalán több magyar harcolt, mint a végső győztes osztrák seregekben. Vagy inkább ükapám ükapja volt a hős, aki görgei felvidéki harcaiban vett részt, aki súlyosan megsebesült, és akit a helyi legenda szerint saját szádalmási, ma Jablonka, Tornadádaskától pár kilométerre északra. Saját szádalmási pincéjében befalasztak egy időre, amíg az üldöző orosz sereg el nem vonult. Vagy inkább akkor volt hős ugyanez az ember, amikor az 1848-as jobbágy felszabadításnak első között tett eleget, földjeit is szétosztva közöttük, nem várva a kérdést részletesen szabályozó, soha meg nem születő törvények. Esetleg mégis nagyapám az igazi hős, aki hála felmenője jobbágy felszabadításának, már csikósként szolgált az Andrássyaknál, és akit a II. Világháborúban vitézzi emeltek T-34-esek kilövése miatt. És vajon mire gondolt, amikor a Panzerfaustot a tankokra emelte? A haza megmentése? Vagy csak egy nagyon is apró darabja a hazának? Jelesül a vitézi földbirtok? Vagy egyszerűen arra, amit egy sokadik generációs szovjet film katona hőse mond, amikor ugyanezt a kérdést firtatja felső parancsnoka? Rettenetesen féltem. Az is lehet azonban, hogy nemesebb tett volt, amikor úgy mesélt a háborúról, hogy az orosz ellenség volt ugyan, de nem keltett gyűlöletet bennünk.
a maga helytállását pedig nem is említette. Csak halála után szereztem tudomást róla. Anyai nagyapám is említésre méltó. Ő tisztként fejezte be a háborút Bécstől még vagy 30 kilométerre nyugatra, ahonnan valahogy hazasétált jászlárok szállás. Hogyan csinálhatta? Hiszen akkoriban lefogtak mindenkit az oroszok, még nőket is szép számmal, és vitték Málenki robotra. Vajon mit lehettek a megpróbáltatásai, kalandjai? Hogyan kelt át a megszállt Bécsen és Budapesten, a híd nélküli Dunán? 2 hónapja kérdeztem még élő lányát, nagynénémet, de ő is csak akkor csapott a homlokára. Tényleg, hogyan? Mennyi apró, föl nem jegyzett virtus, elszánt hősiesség kellett azokban a nagy időkben, amikre jó emlékezni, de rohamos sebességgel tűnnek el azok, akik még tudnának mesélni. Vagy inkább feleségem nagyapja volt a hős, akit egyetemi professzorként nem vittek el a harcmezőre, de ma is álló házában orosz tisztek szállásolták el magukat. Ő pedig jelentős kockázatot vállalta, minden este előkerült a bujkálásból, tűzifát szerzett, amikor senkinek sem volt, és mindenki fagyoskodott, fát cipelt, asogatott és fűtött a katonáknak, mert tudta, hogy másképpen először a bútorzat, aztán a padló, majd az ajtók is a kályhában végzik. De az is lehet, hogy másik nagyapósom volt mégis az egyik legnagyobb hős, aki 1939-ben profi focistaként a Grasshoppers-t erősítette, a svájciak pedig a háború kitörésekor azonnal hivatták, mondták neki, hogy gyorsan hozza a feleségét és a gyerekeit, mindenki állampolgárságot kap, biztonságos és jó élete lehet Svájcban. De ő nemet mondott, hazatért, megjárta a háborút, megélte a nehéz hadifogságot, és sok év telt el, mire újból együtt lehetett azokkal, akik kedvéért ezt vállaltak. És ha már itt tartunk, ki ne felejtsem a sorból a nagyapák feleségeit, akik gyermekeikkel otthon maradván életben tartották először is a gyerekeket, aztán a háborús termelést, és valahogy túlélték az erőszakoskodó megszállókat is. A visszatérő férjeket pedig igazi otthon fogadta. Az valóban újrakezdés, újraindulás volt. Ne feledkezzünk el az egyel előttünk járó nemzedékekről sem. Apósom ott volt a Kossuth téren 1956-ban, de szerencsére nem lett hős. És Miskolcon sem lett az édesapámból, pedig csak másodperceken múlt, hogy a golyó becsapódásától tolfelhújvé váló párnájában már nem volt ott a feje. Szerencsére most nem ilyen időket élünk. Legalábbis a korábbi években, mikor ez a hagyomány kibontakozott, úgy nézett ki, hogy hőssé válni már csak sport, munka, elemi csapás vagy tudományos eredmény segítségével lehet. Az utóbbi időben azonban sajnos már nem mondhatjuk 100% biztonsággal, hogy magunk nem kerülhetünk olyan helyzetbe, ahol hőssé válhatunk. Erről azonban nem tisztem beszélni, nem is hiszem, hogy feladatunk lenne erre készülni. De akkor mit kell, mit lehet tennünk a mai ünnep kapcsán? Valószínűleg feltűnt többeknek, hogy a családi legendáriumból kimaradtak a dédapák. Arra emlékszem, hogy nagymamám Tiszadobon egyszer elvitt az első világháborús emlékműhöz, ahol mutatott rajta neveket, akik a családból estek el. Mégsem tudom, kik voltak ők. Talán nyugaton harcoltak a 12 isonzói csata valamelyikében, ahol a legjobb bajtásból, a halál által a legnagyobb gonddá vált az ember, mert a sziklában nem lehetett hová eltemetni.
vagy éhezve készültek a caporettói csatára, amiből aztán áttörés lett, de ők már nem lakhattak jól az elfoglalt olasz készletektől. Vagy éppenséggel már korábban, 1914-15 fordulóján, a másodszor körbezárt Przemyślben éheztek, ott törtek ki és estek el a harcokban. Vagy később éppen a Brusilov offenzívát próbálták megállítani, hátlálva a nyomasztó túlerő elől? Vagy egyáltalán nem is a nagy csatákon, hanem valami talán meg sem említett, csekély jelentőségű lövöldözésben váltak áldozattá? Esetleg nem is fegyver, hanem a spanyol nátha végzett velük? Gondolom, nem csak bennem merülnek föl ezek a kérdések. Arra biztatom a megjelenteket, hogy legyenek jobbak nála. Keressenek a neten megnyíló adatok között, térképezzék fel saját családjuk emlékeit. Biztosan találnak majd rendkívüli eseményeket, és az sem baj, ha az fog kiderülni, mint unokatestvérem dédapjáról, aki a haditengerészetnél szolgált a nagy háborúban, aki saját elmondása szerint a háborúban egyetlen halottat látott, az is szó szerint borba fulladt hula valamelyik éttermében. Miért ne emlékezhetnénk a tragédiák mellett a mosolyogtató történetekre is? Emlékezzünk, mert olyan világban élünk, ahol tudatos mítoszrombolás, deheroizálás folyik. Vagy egyik, vagy másik oldalról, de sokan éppen azért dolgoznak, hogy jelképeink, kimagasló történelmi alakjaink eltűnjenek a kollektív nemzeti tudatból. Petőfi nem is szavalta a Nemzeti Dalt a múzeum lépcsőjén. Nem is halt meg Fehérmező csapaterén. De én ide sorolom Osztyapenko és Steinmetz kapitányokat is. Önként jelentkező parlamenterek voltak és lelőtték őket. Nem mindegy, hogy melyik oldalról nyitottak rájuk tüzet. Feledjük azonban a sötét gondolatokat. Számomra nagy öröm, hogy országosan is egészen ritka módon itt olvashatóak a 110 éve elesettek nevei mellett, a 80 éve elesettek nevei is. Ezúton is én is nagyon köszönöm az ötletgazdáknak, a szervezőknek, a történészeknek, az adakozóknak és a munkás kezeknek is, hogy ez itt megvalósult. Ez egy csoda. Ezen beszéd szerkesztése közben jutott eszembe, hogy van itt egy harmadik emlékmű is, még ha ez egyesek szemében érzékeny pont is. Milyen jó lenne, ha az immár rutinos szervezők, történészek és adakozók jóvoltából az 1956-os áldozatok nevét is megismerhetnénk, és legalább egy icipici résztáblán feltüntetnénk. Nem tudom, hogy az elmondottak segítségével közelebb jutottunk-e a hősi erények megértéséhez, és általuk az alapvető filozófiai kérdéshez, a jó és a rossz szubstanciájához. Abban egészen bizonyos vagyok, hogy van itt egy önkéntes áldozatvállalásban megkérdőjelezhetetlen személy. Igaz, ő körülbelül 1989 évvel ezelőtt, 33 éves korában áldozta föl magát. Atyánk talán megsértődik, hogy a mögöttem álló két emléktábla neveit hozzá akarom hasonlítani. Nem, nem akarom. Csak annyit mondanék. Lehetnének-e jobb helyen a helyi közösség áldozatai, mint az ő oltalmában itt a Földön, és ott a mennyben is. Ő biztosan tudja, hogy mit éltek meg azok, akik ezeken a márványtáblákon szerepelnek. Nekünk pedig kiváló lehetőség,
hogy hétről hétre, minden vasárnap, legalább egy kicsit, legalább pár másodpercre rájuk is felnézzünk. Köszönöm, hogy meghallgattak, de még hagyd mondjak egy mondatot, erről a rózsacsokorról is előttem, mert egészen biztos vagyok, hogy lélekben valaki még velünk van itt, ő pedig Már Gergely, minden idők legnagyobb magyar rózsa nemesítője. Ezek az ő rózsái, méghozzá abszolút alkalomhoz illőek. Ez a hatalmas, nagy fejű, piros rózsa, ez a Nagy Imre emléke. Ez a rózsán, rózsatövön is ilyen nagy, magányos fejeket hoz. Azok az apró, lazac színűek, amik elnyíva egészen fehérre válnak, azok idén egy kicsit megelőzték a dátumot, az a Trianon. És végül, aki figyelmesen nézi, ott apró, kicsit piros rózsákat is lát, az a Petőfi Sándor. És természetesen van Arany János is, de ebben a csoportban nincs. Még egyszer köszönöm a figyelmet. Köszönjük. Köszönjük szépen Szabolcsnak ezt a nagyon érdekes megemlékezést. És valóban már egy év telt el azóta, hogy a második világháborús emléktáblát felavattuk, mintha tegnap lett volna, ugye elszállt ez az egy év is. Közben mi készülünk a polgári körvezetőségével arra, hogy a másik első világháborús emléktáblát is hamarosan felújíthassuk, de hát ugye ez még elég sok szervezési, kutatási és anyagi erőforrást igényel, de reméljük, hogy hamarosan ez is bekövetkezik. Köszöntöm dr. Somos Iván képviselő urat is a körünkben, aki a terület képviselője. Most pedig fölkérném Lázár Csaba Kazinczy díjas színművész, hogy mondjon nekünk egy verset. Falu Tomás, névtelen hatalom. Nem a dicső hadvezér zengem, ki tervezte a háborút, kinek nevét örök hír őrzi, kitől a világ lángra jut. Én az egyszerű ember zengem, kit mozgósított a plakát, akit a riadt állomásra sírva kísért a család. Kit géppuska várt, s lövészárok, s figyelte röpülők neszét, kit bomba ért egy vad rohamban, s ezer darabjából ezer felé csorgott a vér. S akinek sírját egyszerűen csak úgy hívják, hogy csatatér. Kinek özvegye férjhez ment már, új apát kapott gyereke, aki nélkül meg nem zökkenve forog a világkerke. Kinek neve elhalványult már sok hivatalos iraton, én azt, kit senki sem sirat már, a siratlant siratlan. Köszönjük szépen! Most pedig megkezdjük koszorúzási ünnepségünket. A koszorúzás alatt Ambrus Károly katonadalokat ad elő tárogatunk. Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy két emléktáblánk van, aki két koszorút hozott mind a két emléktábla megkoszorúzására. Ezt megkérném, hogy először ehhez az emléktáblához fáradjon oda, majd, hogyha ez megtörtént, akkor a másik, hogy a cserkészek segítenek a koszorúk elhelyezésében, mert egy kicsit nehéz a bokrok miatt megközelíteni az emléktáblákat. Felé irány is.
Felkérem, Budapok-Pétén, Budapest 22. kerület önkormányzat képviseletében Karsai Ferenc polgármester urat és dr. Somos Iván képviselő urat, illetve a kerületünk díszpolgárait, hogy helyezzék el koszorújokat. Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének 22. kerületi szervezetét. Nem kell csinálni semmit, csak legyél. Kérem a Budatétényi Egyházközség képviselőit koszorúzásra. Elkérem a Baross Gábor telepi polgári kör képviselői koszorúzásra. Egy baráti körök egyesületét. Hogy elviszünk. Budatétényi polgári kör képviselőit koszorúzásra. Megkérdezném, hogy szeretne valaki még koszorút virágot elhelyezni. Énekeljük el közösen a szózatot. Köszönöm, hogy
Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, és kívánok Önöknek további szép vasárnapot ezen a Hősök vasárnapján, és további szép ünneplést. Köszönjük szépen. Hát én is akarok köszönni. Ha megengedi azt.